Hány évesen kezdted dolgozni? Mert akkor 14. 14. Jegyzeteljek. Most vagy 24, ugye? Most, igen, pont 10 éve. Egyébként még a szerződéseket anyuk, nagyon figyelj sokáig ide, anyukám tette helyettem. Figyelj ide, egyeket, igen. 8-10 év egy átlag karriernek a beteljesedése. Tehát te most ki akarsz égni 24 évesen? Most hát nem akarok, nem akarok. Már azt már nincs úgy kedved, most kéne... Tehát, de miért ezt mondod, hogy nincs úgy kell? Mára kellett volna megtanulnod a szakmát. Nem azt mondom, hogy nem mennék el ingyen, igen. Nem mennék el ingyen, de most ebben szerintem nincs semmi, szóval 10 éve csinálom. És az miért baj, hogyha ő most 10 év után azt mondja, hogy nem menne el? Én nem ezt értettem ki a szavaiból. Ő azt mondja, hogy nagyon korán kezdtem, és ezáltal koravén lehetek a szakmában. Nem ezt mondom. Azt mondtam, hogy gondoljatok bele, bármit, amit tanulunk az iskolába, vagy bárhova, hogyha elmegyünk, akkor egy karrier az 8-10 év alatt jön össze, vagy is teljesedik ki. Ezt nem hallottam ezt a mondást, de jó, oké, elhiszem. Nézz utána. De akkor nekem a csúcson kéne most tartanom. Nem, hát igen. Ez viszont igen, de közben nem vagyok a csúcson. Ez viszont a te hibád. Nem, ez vagy a breaking van. Ez is igaz. De különbözően a csúcson vagyok, én kérek elnézést. De hozzáteszem, hogy ez nem feltétlen. Nem. Azért ez nagyon sok külső tényező. Nincs külső tényező. De van külső tényező, mert hogyha én... De hogy nem. Hogyha én bármennyire tehetségesnek gondolom magam, vagy mások a visszajelzések azt mondják, hogy én tehetséges vagyok valamibe, de egyszerűen... 24 évesen legyél már tehetséges, 24 évesen legyél már kész. Tehát 14 évesen volt a tehetség. Mi az 24 évesen legyél már kész? 8-10 év után. 8-10 év után. De soha nem vagy kész, hát mindig fejlődsz, olyan nincs, hogy én kész vagyok. Igen, nem leszek teljesen kész. Akkor hozzunk a sportból egy példát. 14 évesen tehetséges volt, 24 évesen már nem tehetséges. Ott már neki azért 24 évesen nem mondaná, hogy ő ki fog öregedni ebből a szakmából. Nem ezt mondtam. Marci tehetséges. Beszéljünk arról, hogy hány műsorod van, hány műsort csinálsz. Nézd, ez nagyon nehéz, mivel téged alkalmaznak műsorvezetőnek, aki nem műsorvezető és nem így egy van, igazi műsorvezető, tehát itt már bukik a dolog, és ez nehéz. Így van, így van. Térjünk vissza a fiatal korosztályra, mert a Berki nem a fiatal korosztályba tartozik. Igen, és még pluszban még öreg is vagy, tehát sehogy se jön össze. Ti mit látsz a nagylányodon egyébként? Visszakaptad ezt most csúnyán? Az én